A Magyar Televízió nevében szeretnénk néhány kérdést feltenni. Szívesen, olyat kérdezem, amire felállni tudok. Tanár úrról mindenki tudja, hogy szinte a fél életét az ifjúság zenei nevelésére szánta. Szeretném, ha először arra válaszolna, hogy mi indította erre. Hát csak az, hogy teljes embereket akarunk nevelni. Az pedig annélkül nem lehet. Hát ezt szerettem volna előmozdítani. És tanár úr szerint mikor kell kezdeni az iskolai zenei nevelést? Hát bizony még az iskola előtt kellene, az óvodában. Na de az iskolában, mert hiszen ott van zenei tanítás. Van, mi vasabb osztályokban egy óra, de hát mire lehet menni ennyi idő alatt, még ha jó is a tanító, ami nem mindig található. Úgy tudom azonban, hogy van iskolánk, amelyikben mégis nagyobb óraszámmal folyik az ének tanítás. Most igen, kísérletképpen az oktatásügyi miniszter engedélyezte valami 10 iskolába, hogy heti 6 óra legyen az énekből. Még nem sok tapasztalat van erről, de már is meglepő eredmény mutatkozik. Ezekben az iskolákban minden tájból jobban haladnak. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak még folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásban például a kotta írás az olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van, egy pont már más hangot jelent. Ha ezt megtanulják, átviszik ezt a rendes írásra is. Vagy a számolás is sokkal jobban megy nekik. Miért? Mert már Euler megmondta, hogy a zene az hangzó matematika. Folytonos számolás a zene, tehát ez a rendes számtanban is hasznukra válik. De mindenek felett értékes a zene nevelő és fegyelmező hatása. Van, amikor általános a panasz, hogy milyen nehéz a gyerekeket fegyelmezni az iskolába. Általános tapasztalat, hogy a zenei iskolákban sokkal könnyebben és barátságosabban megy mindez, és az együttes éneklés fegyelemre és felelősségérzetre szoktatja őket. Tehát ennyiben jellemképző ereje is van.